Beszélgessünk Márki-Zay Péterről. Mielőtt elijesztek minden MZP rajongót, először szögezzük le a pozitívumokat. MZP hiteles, erkölcsös figura, aki az előválasztáson, legalábbis nekem, a legjobb jelöltnek tűnt. A választások után az ellenzéki pártokkal ellentétben ő levont egy-kettő jogos következtetést a magyarországi helyzetre vonatkozóan, és üdvözlöm, hogy az egyre inkább autokratikus rendszer ellen továbbra is próbál tenni. Bár Magyarországon választáson már nem lehet megdönteni a kormányt, amely nemrég újra különleges jogokat adott magának, de a keservesen gyenge ellenzéki teljesítményhez neki is köze volt. Hangsúlyozom, nem csak neki, a maradék hat pártnak is bőven volt csara, de neki is volt. Fogalmazásomban talán már látható a probléma magja. Márki-Zay Péter minta példája a megerősítési torzításnak. A megerősítési torzítás olyan kognitív torzítás, amiben olyan dolgokat részesítesz előnyben, amelyek igazolják a már meglévő meggyőződésedet. Az azt cáfoló adatokat jellemzően elutasítod. A megerősítési torzításról csináltam is egy TikTokot, link alul. MZP aktivitásából a megerősítési torzításra számos példa van. Ilyen volt, amikor még a választások előtt nem fogadta el a Medián közvélemény kutatásának eredményét, ezt folytatta a választás után, amikor a Telex felületén megjelent Direkt 36 cikk számolt be az egész ellenzéki kampánystáb bénázásáról. Tehát nem csak MZP, hanem a többi résztvevő is bénázott. Felhívnám MZP figyelmét, hogy a csupa nagybetű egy poszt elején azt a hatást próbálja általában simulálni, hogy valaki ordít. Értem én, hogy a cikk MZP-ről sem túl kedvező képet mutatott be, de MZP egy ilyen reakcióval az pont, hogy nem cáfolja meg. Ezt újabban azzal tetézte, hogy egy fideszes szervezet, az általam már többször említett Transzparens újságírásért alapítvány, későbbiekben TUA, egy a Telexet lejáratni kívánó cikkére úgy hivatkozott, mint ami az ő álláspontját támasztja alá. A cikk címe: a Telex kommunikációjában Márki-Zay Péter felelős a választási vereségért. Komolyan hangzik, ugye? Ott ez a grafikon, látszanak a számok, kész, vége, a Telex rossz. Hát nem, menjünk bele egy kicsit jobban. A hivatkozott TUA cikket, majd egy ezt megalapozó másik TUA cikket is megnyitva kiderül, hogy a módszertanukat sehol sem írják le részletesen. Így nehezen is tudnám azt megismételni. Belemerülve viszont úgy tűnik, hogy azt kategorizálja negatívnak, ami valamilyen szereplőt a számára kedvezőtlen helyzetben tünteti fel. Tehát nem maga az újság mond az illetőről kifejezetten negatív véleményt, hanem a helyzetnek lehetnek negatív konnotációi. Jó példa erre Orbán Viktorra felhozott egyetlen magyar nemzetes negatív példa. Ez az a cikk, amiben Manfred Weber kritikáját írják le. A cikkben egy olyan EU-s német politikus, akit a kormánymédia amúgy folyamatosan támad, kritizálja azt a magyar miniszterelnököt, aki a kormánymédia személyi kultuszának tárgya. Vajon ki itt a negatív szereplő? A TUA példája a Telex rémisztő hatásáról a választás napján, és másnapján készült 8 cikk, melyek, meg fogtok lepődni, leírják a híreket. Egy elveszített, nem demokratikus választás után természetesen a vesztes jelölt nem fog kedvező fényben feltűnni, ugyanis vesztett. Több is kiderül a TUA értékrendjéről, például ebben a mondatból. Az ellenzéki érzelmű szavazók arra számíthattak, hogy az előválasztás eredményeképpen egységes narratíva alakul ki, ezzel szemben a gyakorlat azt mutatta, hogy számos töréspont van az ellenzéki oldalon, mindez pedig a médiában is tükröződött, kormánykritikus portálok nem közvetítettek egységes üzenetet. Ez a mondat sokat elárul a Fidesz közeli szervezetről. A független médiától nem várható el az, hogy egységes üzenetet közvetítsenek. Alapvető menedzsmenti kérdés lett volna kizárólagosan, hogy ezeket a különböző szerkesztőségeket és platformokat valami fajta egységes arculattal, egységes, nem tudom, szerkesztőséggel lehessen működtetni, legalább a kampányidőszakban. A Fidesznek ez a kis ujjában volt 2006 után. Ez miért és min akadt el 2019-et követően? Igen, Gulyás Márton elvárása is problémás. Bár a legfontosabb hírekkel mindegyikük foglalkozik, ezek külön szerkesztőségekkel, saját újságírókkal rendelkeznek, akik véleménycikkeikben is a saját véleményüket fogalmazzák meg. Ezzel szemben a kormánypárti oldalon egyértelmű központi utasításos alapon egységes üzeneteket tudnak megfogalmazni. Ebben az intézményben nem az ellenzéki összefogást támogatják. Ha ez a kijelentés valaki váratlanul bejön, akkor most menjen haza. Ezt hívják propagandának. Tehát míg az egyik oldalon újságírás zajlik, a másik oldalon propaganda. Ez a TUA alapproblémája is. Legitimizálni próbálja a propagandát, amikor az újságírással egy szinten kezeli. A TUA célja az álobjektivitás látszatával az olvasók eltérítése a Telextől. Az eltévedt ellenzéki szavazóknak alternatívát is felkínál, idézem, Márki-Zayról írott
cikkekben, és az Index bizonyult a legkiegyensúlyozottabbnak. Blablabla. Az Index természetesen a Fidesz kezében van, és pont azzal játszik, hogy az Origóval és a magyar nemzettel ellentétben nem fullban nyomja a propagandát. Kimondhatjuk tehát, hogy ez a TUA cikk kifejezetten a Telexet lejárató szándékkal készült, és a csinos grafikonjai értelmetlenek. A cikk bármilyen hivatkozási alapnak értéktelen. MZP ugyan felismeri, hogy a TUA Fidesz közeli, de valamiért mégsem teszi meg a következő lépést, hogy magát a cikket is megkérdőjelezze, mert a cikk jelen esetben az ő álláspontját támasztja alá. A megerősítési torzítás ilyen szinten nagyon káros. MZP ezen kívül is követ el számos más ordashibát. A választás után több kormánymédiába is bement nyilatkozni. A legemlékezetesebb talán a Híradó 48 perc műsora volt, amely arról szólt kb., hogy a műsorvezető Lánci Tamás MZP arcához vágja a kormánypropaganda vádaskodásait. A Fidesz szavazók agymosodtak, nem is egyszer, talán többször is. Nem így. Agymosodtak. A Fidesz agymosást folytat, olyat mondtam, igen. Így van, és hogy a választói agymosodtak, és... Illetve megpróbálja rávenni MZP-t, hogy mocskolja az ellenzéket. Az fog vele történni, ami Botkával, vagy Bajnaival, vagy Mesterházival, tehát egész egyszerűen, hogy a szövetségeseit hátba döfnek, és mintha te is utaltál volna ilyenre. Jó, mondjuk az ellenzék tényleg eléggé könnyen mocskolható. MZP pedig Lánci szavába vágva próbált védekezve hadakozni, és többször is pontatlanul fogalmazott. Ezt a hazugságot sem tudtuk eljuttatni mindenkihez, ezt a cáfolatot nem tudtuk eljuttatni, a hazugságnak ezt a cáfolatát. Természetesen Lánci teljesen vállalhatatlan módon hazudott össze-vissza. De nem a magyarok jönnek haza, sajnos, jönnek magyarok haza, most, hogyha a statisztikákat megnézed, ugyanannyi ki, mint amennyi jön haza. Ez egy nagyon nagy öröm egyébként ahhoz képest, hogy korábban csak kifele mentek, most van, aki hazajön, van, aki kimegy. Többen jönnek haza, igen, így van. És a hazugságok puszta mennyiségét nem is lett volna képes MZP mind megcáfolni, de ez egy propaganda csatorna. Minek ment egyáltalán be? Azt hitte, sokadik próbálkozása el tud bánni a propagandistákkal? Mert ezúttal sem sikerült. Az ilyen műsorok tipikus példái a káros vitáknak. A jelenléteddel csupán muníciót adsz a propagandának, ilyen vesztes helyzetekben nem kellene csak úgy belesétálni. Bár MZP mellől sokan elálltak, a legközelebbi követői hasonlóan szemellenzősen védik MZP-t. Jó példa erre Lukácsi Katalin ügye. Lukácsi, a Mindenki Magyarországa mozgalom leköszönő tagja, például egy eredetileg belső körbe szánt levelét valaki nyilvánosságra hozta. A levélben Lukácsi megkérdőjelezte MZP vezetői készségeit, illetve aggodalmát fejezte ki, hogy MZP későbbiekben Gyurcsányá válhat. A levél önmaga szerintem korrekt volt, az már kevésbé volt Lukácsitól korrekt, hogy a Hír TV műsorába járt el ezzel haknézni. A Dévvilága csatorna Dévjének gyakran vannak jó meglátásai és elég szórakoztató gegjei. Igen, igen. Az egyik friss videójában Kéz Zoltánra és Lukácsi Katalinra reagál, amiből Kéz Zoltánra őszintén bevallom, nincs nagyon véleményem, nem nagyon látom át a pártfinanszírozási szitút, de tény, hogy Kéz Facebook posztja nem volt a legbarátságosabb. Kézt viszont Lukácsival együtt rögtön leárulózza. Márki-Zay Péter jó vezető? Lukácsi Katalin és Kéz Zoltán árulók? Ó, igen. Igen, igen. A zenéskek mondjuk... Dév azt is állítja, hogy nincs objektív mérce, hogy ki a jó vezető. Nincs olyan objektív mérce, ami alapján meg tudjuk azt mondani, hogy ki a jó vezető. Az, hogy ki a jó főnök, mindig szubjektív. Nem megyek bele ebbe részletesen, de bőven vannak kutatások, például ez, vagy ez, amikből merem állítani, hogy a delegálásra képtelenség és mikromenedzselés, amit MZP művelt, nem jó vezetői kvalitások. White tanulmánya kifejezetten mikromenedzsment betegségről beszél. Dave ezután magyarázó erejében egy teljesen értelmetlen különbségtételt tesz uralkodó és vezető között. Én úgy látom, hogy mifelénk a pártokat, mozgalmakat nem vezetik, hanem uralják. Egyrészt vezetői képesség ahhoz is kell, hogy valaki uralkodóvá tudjon válni a pártjában. Másrészt az, hogy egy párt személyközpontú, vagy nem az, nem határozza meg, hogy a párt jó vagy rossz lesz. Lásd az identitás nélkülöző jakabista Jobbikot, vagy az Orbán rendszer kiszolgáló gyurcsányista DK-t. Egy elvakult uralkodó tönkre tud tenni egy pártot. Dave végül felháborodik azon is, hogy Lukácsi attól fél, hogy MZP Gyurcsányjá válik. Hogy érti ezt a Lukácsi Katalin? Márki-Zay Péter is bevallotta, hogy hazudott reggeltől estig.
Ő is mondott beszédet összödön? Nem vagyok gondolatolvasó, de én is látom a lehetséges veszélyt. Szerintem Gyurcsány azon szerepére célozhatott Lukácsi, hogy bár egy szűk réteg számára megkerülhetetlen személyiség, annyira elutasított a nem fideszesek körében is, hogy személyes jelenléte mindenfajta ellenzéki tömörülésben iszonyatos rombolásokat hajt végre. Gyurcsány teljesen képtelen arra, hogy a saját káros szerepét belássa. MZP-nek természetesen nincs olyan múltja, mint Gyurcsánynak, de ha a jelenlegi kommunikációját és szemellenzős követőtáborát figyeljük, akkor megteremthet egy elvakultságában ugyanolyan közeget, mint amilyen a jelenlegi DK. Szerintem Dave MZP-hez hasonlóan megerősítési torzít, aki MZP-t bántja, az rossz. Szerintem ebben bőven van veszély. A megerősítési torzítás nem egy különleges jelenség, talán a leggyakoribb kognitív torzítás a világon. Így minden hardcore követőre jellemző ez, nem csak Dave-re és nem csak az MZP fanokra. Például a kemény vonalas DK-sok is ezt csinálják. Viszont gyakran több ilyen szemellenzős tábor egymásnak feszül, és azt gondolja, hogy mindenki más elvakult. De ők nem, ők persze a kivételek. Érdemes ezekből a szélsőséges, ordító meccsekből kilépni. Javasolnám MZP-nek, Dave-nek és az összes hardcore MZP rajongónak, hogy kicsit lépjenek hátrébb a szituációtól. Visszakézből felháborodni és az első adandó jó magyarázatot megragadni nem vezet jó megoldásokhoz. Továbbra is fenntartom, hogyha vezetőként nem is, de MZP tud még pozitív változást hozni. Csak szívjon egy kis friss levegőt.